Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve veled kapcsolatban? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Miradá számára. Kedves Miradá, üdvözöllek téged, te szeretnéd tudni, mi a terve, hogyan tovább, ezt megnézzük ennél a jóslásnál. De mielőtt elkezdeném, szeretnék valamit mondani. Te leírtad, hogy mi történt köztetek, és én úgy láttam ebből, hogy te nem tudod, hogy mit akarsz. Egyszer így, egyszer úgy, se vele, se nélküle. Tudom, hogy a távolság megnehezíti a dolgokat, és te tényeket akarsz, tetteket, megértelek téged, de azért vigyázz arra, hogy mit közölsz vele, mert akkor ő visszahúzódik. És mi az ő terve, ezt megnézzük most ennél a jóslásnál. Az ő jelenlegi helyzetét itt ez a virág mutatja. Ezek a virágos kártyák az én saját kártyáim. Ennek van energiája is. Nagyon szépek. Ez a kártya azt mutatja, hogy ő hisz ebben a kapcsolatban. Ő hisz benned, ő hisz ebben a szerelemben, és van remény. Ő reménykedik, hogy ti találkoztok, ti összejöttök. Mi a terve? Erre megadja a választ ez a virág. Ő szeretne valamit tisztázni veled. De nem csak ezt jelenti, hanem azt is, hogy ő tudja, a te lelked tiszta, te ártatlan vagy. Így gondol rád. És mi áll a középpontban, azt mutatja itt ez a virág, és ez azt jelenti, ne hagyj el, maradj mellettem, mintha ő ezt kívánna, ezt mondani szeretné neked. Van valaki az életében, aki őt befolyásolja. Ez a növény azt jelenti, hogy türelem. Valaki mondja neki, szerintem az anyukája, ne siessd el a dolgokat, kedves fiam, hanem várj türelemmel. Ő jelentkezik nálad. Mi fog változni, azt itt ez a növény mutatja, és ez szimbolizálja azt, hogy itt gyümölcsözik valami. Ő hisz ebben, ez a reménye. És milyen lépéseket tesz irányodba, mi a kapcsolat kettőtök között, ez a kártya azt jelenti, hogy ő visszatér hozzád, ez neki szerencsét okoz, vagy te leszel boldog, amikor lesz újra egy találkozás. Van egy másik hölgy a háttérben, van valaki az életében, itt az anyukáját mutatja. Az ő anyukája beleavatkozik a dolgokba. És hogy áll ehhez? Itt ez a virág azt mutatja, hogy nem minden a valóság, vagy az anyukája másképp látja a dolgokat, mint ahogy ő ezt elképzeli, mint ahogy te szeretné. Ez nem olyan jó, hogy ő beleavatkozik, lehet, hogy jót akar, de ő ezt mind másképp látja, mint ahogy van. És hogy vonzódik hozzád, ez a virág azt jelenti, hogy ő minden nap gondol rád. Te ott vagy az ő gondolataiban, az ő lelkében, az ő szívében is, mert ő szeret téged, és hisz ebben a szeretetben. És mit tegyél annak érdekében, hogy javuljon a helyzet? Itt ez a virág jelent egy ékszert.
vagy egy ajándékot. Ajándékozd meg őt valamivel. Ez nem vagyoni értékekre utal, hanem lehet egy szép vagy egy kellemes szó. Tedd rendbe a dolgokat, hogy legyen újra kapcsolat köztetek. És a jövőt, itt ez a kártya mutatja, azt jelenti, itt kivirágzik valami. De azt is, hogy tavasszal lesz egy meglepetés, ő visszatér hozzád, lesz egy találkozás. Én megkérdezem most az ingát, szeret ő téged, bízhatsz benne? Igen, nem, vagy talán. Ha az inga jobbra fordul ki, akkor az azt jelenti, igen, ő szeret téged. Amennyiben az inga balra fordul ki, az azt jelenti, ő nem szeret téged, és ha az inga megáll, akkor az azt jelzi, megállnak az események, és nem lehet tudni, hogy mi következik. A válasz, igen, ő szeret téged, mint ahogy a jóslás mutatta is. Kedves Miradá, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok neked minden jót. Nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket. Viszont hallásra!